Versenyszezonra való felkészülés részét képezték azok a szakmai napok, melyeket szeptember 22-én és 23-án szervezett a Rocky Dili Rock and Roll Klub pályázati pénz segítségével. Szarvas Ferenc egri edzőt hívták meg, aki külön-külön is foglalkozott a celi táncos párokkal, csiszolta mozdulataikat. A legelső verseny voltunk Lengyelországban szeptember elején, az volt a legelső verseny, ami úgy érzéseim szerint elég korai volt. És most szeptemberben indulnak be folyamatosan, Szombathelyre megyünk, aztán utána a Hévízre rá, október 6-án lesz a Magyar Bajnokság, ami kiemelten nagy verseny, hiszen a Magyar Bajnokság dupla pontértékű, és a ranglistába beszámítják, és az alapján indulhatnak párosok nemzetközi, illetve világversenyeken. Klub által szervezett, tehát hazai versenyre készültök el közeljövőben? Hát hazai verseny, tehát itt Celdömölkön nem, de november 2-án a Celdömölki Rocky Dili által megrendezésre kerül Sárváron az első Sárvár kupa, Sárvár Kemép kupa, hiszen Kemép Kft. A fő támogatónk. Kik azok a párosok, akiket szemben a legnagyobb elvárásokat támasztom? Hát jelenleg Junior 2 kategóriában Szabó Zsolt és Horváth Anett páros. És kiket lehetne még kiemelni a csapatból, akik most fejlődnek, felfelé haladnak? Hát bízom benne, így név szerint nem nagyon szeretem említeni a táncosokat, de most vannak elképzelésem egy-két párról, inkább azt megtartom magamnak. Régebben csak a néptáncok voltak igazi hagyományai Celdömölkön, de most már el lehet mondani, hogy a rockinak is hagyományai vannak. Hogy érzitek, mennyire fogadott be benneteket a város, mennyire népszerű most itt a rocki Celdömölkön? Hát én azt hiszem, hogy egyre népszerűbb, hiszen annak idején, mikor elkezdtem Celdömölkön, 19 gyermekkel kezdtem, és a mai olyan 100-120 gyerekkel foglalkozok, úgyhogy az eléggé belopta magát a szívükbe itt a celdömölki lakosoknak, úgy érzem meg, hát hiszen hívnak minket szereplésről szereplésre, és elég sűrű volt a nyarunk is, meg így évközben is, de hiszen ilyenkor a versenyekre koncentrálunk, és nem igazából a szereplésekre. A klub jelenlegi legsikeresebb párosa Szabó Zsolt és Horváth Anett, akik szeptember elején vettek részt Lengyelországban a Junior Világkupán. Immár másodszor lehettek a magyar válogatott tagjai. A középmezőnyben 37. helyen végeztek. Ez azt jelenti, hogy a 138 párosból álló világranglista 65. helyén állnak, több mint 20 helyet kerültek előbbre. Először voltak országos versenyek. Az országos versenyeken kaptunk pontot, és ez a pont, amit kaptunk, elég volt ahhoz, hogy bekerüljünk a magyar válogatottba, ami egy 12 párt tartalmazó keret. Hányszor kellett táncolni? Hogy néz ki egy ilyen verseny? Hát kétszer kellett nekünk táncolni, de igazából négyszer kell táncolni, ki a döntőbe is bejut. Elődöntőbe oda ugye minden pár táncol, aki nem jut tovább középdöntőbe, az reményfutamozik, hát mi reményfutamoztunk, és sajnos nem sikerült a középdöntőbe tovább jutni, de ez a 37. helyezés így szerintem nagyon szép. És akkor most valamit a tapasztalatokról, milyen párok voltak, milyen volt a színvonal? Hát voltak minden honnét párok, Oroszországból, Finnországból, Svédországból. Hát szerintem nekem legalábbis az oroszok tetszenek a legjobban, mint táncosok. Hát az egyik legjobb páros junior 1-be, egy orosz páros, junior 2-be is nagyon itt az élbolyban vannak az oroszok, és szerintem ők a legjobbak. Mit gondolsz, Anett, sikerül még bejutni ebbe a csapatba, a következőkbe is, vagy mi a célotok, a tervetek? Hát a következő verseny a célunk, következő világverseny. A szeptember 29-én Szombathelyen megrendezett rock'n'roll táncversenyen valamennyi celdömölki páros szép sikerrel szerepelt.